És start elindult a 2000 méteres verseny, Makkonis kezdett gyengén, Laurentius, a Szent Léger második helyezettje viszont remekül, fogott a tempó, hogy azért arra lehetett számítani, Laurentius, Ray Robbins, ez az első két ló sorrendje, mögöttük Eltem, majd benne a falon látom Viva Lea színeit, a narancsárga dressben pedig a Radio Gaga utolsó előttiként foglal helyet, a mezőny végén Makkonis. Túl vagyunk az első 2-300 méteren, és beállt most már a mezőny libasorba gyakorlatilag, csak Eltem vállal föl második pozíciót, Laurentius Jan Wernerrel pedig 3-4-20-asra növelte az előnyét, és a kanyarban szépen gyorsít, így ez most már 5-6 hosszra is nőtt. Még mint egy jó 1600 méter van hátra a versenyből, és nagyon magabiztosan vezet Laurentius, aki idén már Németországban futott, megkezdi Eltem a zárkózást, jönnie is kell, mert Laurentiusnak egyre komolyabb az előnye, a mezőny végén még mindig Makkonis, a többiek egészen jól együtt galoppoznak, Viva Lea, Radio Gaga, Three Robins, azonban még nem veszélyesek Laurentiusra, aki már az ügető átjárónál jár. 1400 méter van már hátra a versenyből csak, és még mindig nagyon magabiztosan vezet Laurentius. Laurentius az élen, amikor a lovak a túlsó oldal végén járnak, Makkonis helyzete egyre reménytelenebb, Three Robins szépen érkezik, Radio Gaga is ott van, közel van Viva Lea és Eltem. Egy pillanat elfogyott a vezető ló előnye Laurentiusnak, de azonban még így is ez 2-3 hosszra tehető, amikor a lovak most már a kanyar bejáratánál vannak. Még mindig Laurentius vezet, Laurentius az élen, 3-4 hosszal vezet Three Robins-szal szemben, és úgy tűnik, hogy a kanyart ismét megnyomja vele. Jan Werner érdekes taktikával, és egyelőre nagyon sikeresen lovagolja a csellovas Laurentius, mert amikor felszaladtak rá, akkor megint elkezdi lovagolni. Egy jó utolsó 500 méterre Laurentius megnyerheti a versenyt. A lovak már a befutóban vannak, a 400-as táblát elhagyva Laurentius nagy fölénnyel vezet. Jön Viva Lea, az osztrák ló a második helyen, Three Robins a harmadik, Eltem elég messze van, csak úgy, mint Radio Gaga. És a remek beállításból versenyző, a magyar Szent Léger második helyezettje meg fogja nyerni ezt a versenyt. Laurentiusnak ugyan csökken az előnye, de ez így is igen tetemes. Laurentius könnyedén fog győzni, Laurentius megnyeri az igazgatósági díjat. Mögötte a második helyet Viva Lea szerzi meg, még a harmadik helyen Eltem ér célba.